Üdvözlök mindenkit, Necrotim vagyok, jön Warframe, jön Zephyr. Kértétek, legyen Zephyr 2020-ban, tudom, a rákocs érdekel Zephyr, de úgy megakadt rajta a szemem az illetően, kérte, legyen már Zephyr 2020-ban, mert hogy olyan rég volt Zephyr. Igaz, Zephyrről kb. egy videót csináltam az egész Warframe Prime futásom alatt, mert hogy ki a francod érdekel Zephyr, és ki a franc akar játszani, Zephyrrel, amúgy is utolsó az AVC sorrendben, ott vonaglik hátul szerencsétlen, és senki nem tudja, hogy mire képes ez a Warframe. Zephir története régnye nyúlik vissza, mondhatni, hogy az elsők között volt, a nyolc első megalapító atya között volt, tehát ilyen Justice League, értek, és ő ott volt az egyik, a Justice League member az elsők között és ő volt az első igazi tank ebből a szempontból. Mondhatjátok, igen, Valkyr, Rino. Valkir, ha bár olyan jól emlékszem, később jött ki, Rino tank volt, de nem úgy tank, mint, mint Zephyr. Zephyr OP ez fuck tank uh, volt, és talán a sok-sok Warframe között az egy, ez első, és azóta is nem túl sok van belőlük az ilyen warframe mint a Zephyr, akinek a fő fókusza talán nem a kardozás, hanem a fegyverforgatás. Tehát, hogyha szeretsz lőni a Warframe-ben, a Zephyr Zephyrt bizony neked találták ki. A Warframe kompozíciója úgy van kitalálva, hogy tartsd maga távol az enemiktől, és lőjél rájuk, hogyha egy mód van rá, mert így tudja magát az egyik leghatékonyabban megvédeni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincsenek kardos opciók, csak tántán -tán nem oly mértékben hatékonyak. A játék, amit láthattok természetesen Void Mot. Remélhetőleg 200 pluszosan még bebizonyítják azt, hogy a Zephyrrel nagyon is lehet, és bebizonyítják azt, hogy lusta játékosoknak igen-igen fekszik ez a karakter. Gyakorlatilag egy gombot kell nyomkodnod végig, és az egyetlen feladatod az időre figyelni, de még orse, se, mert a modolásban azt is megoldottam, hogy ne legyen az se gond. Továbbá a shield gating, amióta egy dolog a warframe ben azóta ez még inkább figyelmeztet arra, hogy ideje újra elkapcsolnod a képességedet, szóval ha kényelmeset akarsz, akkor nem így narolsz, sokkal brutálom, sokkal kényelmesebb karakter, über lusta emberek van a WFF-ben, de mégse valahogy nem sikerült megragadni a, a, a népszerűségét, a népszerűséget a warframe -ben. Régen nem nagyon volt más opció, de amióta bejöttek több opciók azóta, a Zephyr valahogy teljesen eltűnt, az éterben, és gondoljátok végig, ez egy olyan karakter, kezdők, oké, okay, kezdők, középhaladók, ez egy olyan karakter, amit klámból vehetsz ki, tehát gyakorlatilag ingyen adják, szórják hozzád, és olyan könnyű bemodolni, olyan alapmodoktól már annyira op lesz, hogy, hogy el tudsz vele menni hatalmas magaslatokig, és... és nem a modoktól függ Zephyr ereje, hanem csak egyetlen egy képességétől, és az a hármas képessége. Ha a hármas képessége be van kapcsolva, uh, akkor semmi nem kell bele szinte. Üres modokkal is elmegy ez a karakter. Lehet, hogy azért nem szerették az emberek, mert hogy ennyire egyszerű. De régen is adni kellett az embereknek egy opciót, egy egyszerű warframe amivel el lehet menni magaslatokig, mert régen azért a modolás számított a warframe -ekben. Számított, hogy hogyan modolod meg azt, a, azt az adott warframe különböző küldetésekre. Többfajta modolások létezkek. Természetesen voltak standardek, ott volt egy Vitality Continuity, ezek mindig is ott voltak standardnek, de sokszor számított, hogy hogyan kombinálod azt az adott modolást. Akkoriban nem voltak rolling guardok, értitek, ami kihúzott a, a szarból gyakorlatilag. Akkoriban csak quick thinking volt, és az se teljes mértékben húzott ki a szarból, mert nagyon gyorsan lelőtték az enemik azt az életet és energiát, ha így tetszik. De talán mégis ezért veszett ki az zephír. A, a, köztudatból ebből a szempontból, mert hogy túl könnyű volt, és hogy a játékosok tanulni kezdtek, fejlődni kezdtek, az izgalmasabb karaktereket keresték, a látványosabb karaktereket keresték, és a Zephyr nem az. Viszont kétségtelenül OP, és ami a modolást illeti, um, Kétfajta modulást szeretnék nektek bemutatni, két a rettentő egyszerű modulást az Zephyr prime ra és a sima Zephyr-re, hogy láthassátok, hogy mennyire jól működik a dolog. De mivel, hogy nagyon régóta csináltam egy Zephyr videót, várjunk még egy kicsit a modolásra, de szokás szerint, aki akar, ugorhat a végére. Um, Képességeken gyorsan menjünk túl, mivel hogy nagyon régóta csináltam uh, Zephyr videót utérre, és természetesen azóta kapott egy uh, változtatást. Annyira jó lett ez a változtatás, hogy el kell mondjam nektek, hogy az első képessége teljes mértékben hasznavehetetlen, de semmi más nem csinál így. Keresztül mész az Enemikel, aztán megsebződnek, vagy felrepülsz az égbe, aztán lecsapsz a földre, és akkor megsebződnek. Kettes képessége teljes mértékben uh, hasznavehetetlen, kb. kicsit olyan, mint a Nixnek a kettes képességei, kilőjön Utcokat, és attól elrepülnek az enemik, nem fogjátok sose használni. A hármas képességében kezdődik Zephyrnek a túlélhetősége, és itt jó jegyezzétek meg, amit mondok. A hármas képesség nem sebezhetetlenséget ad a zefírnek. Egy shieldet húz Zephyr köré, és minden olyan lövedéket fog visszalőni, aminek repülési ideje van. Tehát minden olyan lövedék, ami robban, éget és nincs repülési ideje, az kélek szépen meg fog sebezni téged. Zephyrrel nem érdemes egy zárt helyben lenni, mert például, hogyha egy bombard belő oda, a shieldet kivédi azt a bombát, de el is, hogy mondjam, gellert kap rajta az adott golyó, vagy a bomba, és hogyha netán abban a szobába ütközik neki valaminek, ahol te vagy, a blesdem is például meg fog ölni. Tehát semmiféle scorch, vagy ilyesmi, ami tüzet lehel rá, nem fogja megvédeni. Ezért fontos az zefírnek a hármas képességével távol tartani magad az enemiktől, lőjél rájuk, Távolról, és akkor a zefírnek nem lesz olyan mennyien nyitottabb területekre, és így a zefírrel nem lesz gond, sosem fog megsebződni, amennyiben távol tudod magad tartani magad az enemiktől, akik lőnek rád, azoktól meg úgy is visszapattan az az adott golyó. Szóval csak ennyit kell észben tartsál. Nyomd be a hármast, légy nyitottabb területen, ne enged magad közel a kardozó enemiket, és lője távolabbról azért, hogy az olyan enemiknek, akik EOE damage csinálnak, vagyis azok, akik területi damage csinálnak, a tűzhányók, a bombázók, stb., azok uh, ne tudjanak meg, hogy természetesen például a bombard lövedék is ugye lepattan semmi, és csak a blast damage, ami hatni fog a shielden keresztül. Úgyhogy ja, és már is tudsz Zephyrrel játszani. Ultimate képessége, hölgyeim és uraim, annak ellenére, hogy soha nem fogod használni, szeretném felhívni rá a figyelmeteket. Az ultimate képesség fő lényege, oké, nem megyünk bele nagyon a részletekbe, de a fő lényege az, hogy eltárolja a te és társaid damage-ét. Na most ezt úgy kell elképzelni, összecsapjátok a tenyereteket, és létrejönnek a tornádók. Na most az, hogyha Power Strength-t, vagyis erőmodokat raksz, a, hogy az ultia erősebbet sebezzen, erősebbet fog sebezni, de nem fog erősebbet sebezni a fegyvereid, hogyha a fegyve fegyvereidre rálősz arra az ultira. Oké, okay, tehát az ultinak van egy alap Slash, Puncture um, és Impact damage -e, és mindegyiket csinálja, másodpercenként tikkel. No, most ha erőmodokkal megnöveled ezt, mondjuk 300%-os erőmodot, akkor természetesen sokkal nagyobbat fognak tikkelni, és alacsony szinteken ez nagyon durván osztja az enemit. Viszont a magasabb szinteken a Zephyrbe tett strength modok nem feltétlenül nyújtanak előnyt, mivel hogy a fegyvereiddel boostolod meg a tornádóid erejét. Oké? Okay? Mivel hogy eltárolják a damage-et, a fegyvereiddel így aztán gyorsabban tudsz ölni gyakorlatilag, hogy így mondjam. A fegyvereid a legnagyobb uh, -e, elementált demiget fogják eltárolni, vagy kombinált elementál et Tehát, hogyha mondjuk van egy 200 radiation és 400 uh, viralöd, akkor a 400 viral fogja eltárolni, és a folyamatosan lövöd azt a bizonyos tornádót és a benne lévő enemiket, akkor ugye a fegyveret sebzése és a tornádó által másodpercbéli sebzéssel tudod gyorsabban leölni az enemiket. Szóval ezt kell megjegyezni az EFIR-ről. A leghatékonyabb játékmód, kérem szépen, amit láthattak nem is itt a videóban, hogy hármas képességbe van kapcsolva, összenyomom a tornádókat, és a tornádók körülöttem mennek, és, és crowd control, és hogyha úgy van, akkor meglövöm a tornádókat, hogy tároljanak el némi fegyver damage-et, és tikkeljenek, és azt az extra tick damage-et még benyelik azok a magas szintű enemik, Tehát egyfajta crowd control, és hogy kihúzza magát Zephyr a szarból, mert kihúznak a tornádók a szarból, viszont nem egy megbízható ultimate képesség, bár úgy van programozva, hogy az enemik felé a menjenek a tornádok, de az mindaz két méter per másodperccel teszik, nem túl gyorsak. Viszont ha mindig újra és újra kastolod, mindig újra és újra elkáztolod azokat a tornádokat, akkor, akkor bizony mindig ki fog húzni a szarból, hogyha arról van szó. Szóval elég egyszerű, nem? Hármas képesség, tornádók, és hadd járjanak a tornádók, te meg lövöd az enemiket, amilyen távolról csak tudod. Fantasztikus, nagyszerű élmény játszani, és tényleg jutalmazó élmény ebből a szempontból játszani. Zefére, csak hogy a tornádók ne lennének annyira megbízhatatlanak ebből a szempontból. Hölgyeim és Uraim, jöjjön a modolás! először is megmutatom azt a modolást, amivel ilyen sokáig jöttem el a Void Moton, és az a Zephyr prime ban található meg, és utána megmutatom a sima Zephyrt, és egy meglepetés modolást hozzá. Kétfajta Két létezik ebből a szempontból. Na, lényeg, ami lényeg. Oké, jöjjön a Prime Zephyr modolásom. Az árkéneket ne vegyétek figyelembe, hogyha nincsen uh, Arcane Energized, akkor nem tudom, rakjál bele egy uh, ekilibrumot, rakjál bele egy uh, rage nevű modot, vagy hunter adrenalint, Tehát, uh, bocsánat, Hunter Adrenaline ugye visszatölti az energiát, hogyha eltalálnak. Szóval nem nagy pánik, az Intensify helyett be lehet rakni ezt is sőt, legtöbben ezt használják, mivel hogy nincs energizuk. Arcane Grace visszatölti az életet, hogyha eltalálnak, ugyebár, de régen nem volt Arcane Grace, ezért Rejuvenation-t használtunk folyamatosan heal -el. Folyamatosan, nem úgy, mint az Arcane Grace, hogy esély kell neki, hogy bekapcsoljon, hanem ez folyamatosan heal -el. Adaptation mód, amit látjátok, a maga a modulás teljes mértékben csak a... a túlélésre egy. Adaptation Vitality Redirection. Az intensifier -re is nincs csak azért raktam bele, mert maradt egy üres helyem, oké? Szintreflex. Igazából nem fontos. Bármi más rakhattok ide. Erre, két helyre akármit rakhatok, és majd meg meglátjátok a másik Zephyr modulásban. És Streamline némi energia-effektivitási flow continuity, hogy idő. Uh, már a hármas képesség miatt, hogy idő legyen. Nekem 34 másodperc elég. Ez volt az a modolás, amivel elmentem, ilyen sokáig volt, mondtam. Ennyire egyszerű. Oké. Okay. Jöjjön uh, a sima Zephyr. És. És a meglepetés modulás. <laughs> ami, ami. Tehát így. Annyira röhelyesen könnyű modolni, ezt a warframe és egyben megmutatom a másik modalását is ennek a karakternek. Tehát, hogy melyik létezik, még létezik egy aféle multimodalás, ha így tetszik. <gül> <gül> és az a Funnel Clouds nevezetű mod hölgyeim és uraim, ami a négy nagy tornádóból nyolc kicsit csinál, nem fogja felkapni az enemiket, de 8 kicsi van, ezért tántán több damage tudsz kiosztani valahogy így. Az emberek szeretik használni, de ez szokott lenni a másik modolással. Az Efirnek ne felejtjétek. A range, hogy miért kevés, mivel hogy a range befolyásolja azt, hogy milyen sűrűn spónolnak egymás az a tornádok, Minél kisebb, annál kisebb, annál tömörült ebben fognak leszpónolni. És a meglepetés, mod a Peculiar Bloom, ez azt csinálja, ez azt csinálja, hogy ha kritikusat lősz az enemire, akkor virágok nőnek ki belőle. Száll ennyire egyszerű modolni, hogy egy ilyennek is van hely. Oké? Okay? A A... Ebben a, a Warframe-ben, tehát, ja, és egyforma, oké, okay, sima Zephyr. Uh, de ez így teljes mértékben a legegyszerűbb, leglehetetlenebb uh, modolás. Természetesen a Peculiar Bloom helyett uh, berakhattuk egy Rage-et, vagy a Hunter Adrenaline-t. Oké, okay, most megmutatom a Rage-et. Rage módot, visszatölti az energiát de, tehát most értitek, ha már van egy energizom akkor miért ne szórakoznék um, egy kicsit, de meg szeretném nektek mutatni, hogy um, hogy működik a Peculiar Bloom kritikusat lősz virágok nőnek az enemikből, amint ott láthattátok um, ja és akkor nyolc, nyolc, négy nagy tornádó el lett nyolc kisebb tornádó, amit meg szorzok virál És... Ja, csak meg, megbízhatatlan az ultia, de... Ö, hogyha... Ha megszórja az ember az adott fegyverének a, a damage akkor minden rendben lesz. Szóval ez... Ez szokott lenni Zefírre. Mondhatni úgy, hogy két modolás, két nagyon egyszerű modolás, ki bárki elérhet, nem kell túl kombinálni. Aki túl szeretné kombinálni, annak annyit mondok, hogy csináljon Umbra-zefért. És az Umbra-befeje, akkor már végképp OP lenne. De ez a videó, hölgyeim és uraim, em, ennyi lett volna. Remélem tetszett az zefér 2020-ban és a használhatatlan képességei. Uh, de ja, ennyi. Nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, iratkozz fel, nyom rá egy like gombra, discordon csatlakozz, klámba csatlakozz, mindenhez linkek a videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!